Sziasztok! Sziasztok! Ezen a héten ismét jelentkezünk az AXS teszt videónkkal. Most az U6 Lite-ot fogjuk bemutatni nektek, ami itt található. Mit kell tudni erről az eszközről? 2,4-en is 2x2-es és 5 gigán is 2x2-es rádióval rendelkezik. Hát egy relatív kicsi antenna a nyereséggel, ha minden igaz 2,8, illetve 3 dB is antennák vannak benne, ami azért nem annyira kiemelkedő ezen a piacon, de ettől függetlenül egész ígéretes ap nak tűnik. Igen, alapvetően azt tudni kell, hogy, hogy 2-4-en ugye maradt az N, ebből adódóan elméletben 300 megabitet tud kétszer kettőn, viszont 5 GHz-en a Wi-Fi 6 szabálynak köszönhetően az elméleti sávszélségünk 1201 megabit. Egész kereken. Na majd meglátjuk, hogy melyik lehet ebből kihúzni. Ugye gigabites lamportot kapott, tehát 1201-et sehogy se. Hát ez a belépő szint, tehát nem véletlenül Light ennek a neve, olcsón akartak Wi-Fi 6 AP-t piacra dobni a Ubiquiti-nél, ami sikerült is, mert árát tekintve tényleg nagyon-nagyon olcsóra sikeredett. Egyébként a korábbi Nano HD házába került ez az access point, tehát egy az egyben azzal kompatibilis, ami jó hír, hogy a Nano HD hoz készült skinek vagy cover ezek is kompatibilisek vele, de ugyanígy a, mély, a mélyítőkeret, amelyel álmennyezeti installáció esetén még mélyebbre tudjuk tenni az AP-t a falban, így még kevésbé lók ki, és ezen kívül, amit még nagyon fontos elmondani, hogy egy igen pici AP-ról beszélünk. Tehát ez egy tenyérnél kisebb AP. Elég jó installációkat lehet vele úgy csinálni, hogy ha az a cél, hogy szobánként egy AP-t letegyünk, akkor ez egy ideális megoldás. Kicsi antennájának hála nem fog a környező szobákban nagy zavart kelteni. Jó, a mérés. Nézzük a mérést. A mérést azt Ismét az Access Point irodájában végeztük el. Összesen arról van szó, hogy az iroda adta falak és szobák segítségével kialakítunk egy olyan mérési környezetet, ami lehetővé teszi számunkra, hogy téglafalakon, gipszkarton falakon, akár négy falon keresztül is tudjunk méréseket végezni, valamint egyéb kellemetlen, wifi szempontjából kellemetlen szituációkba keverjük a klienseinket és ezek jól megmutatják, hogy az adott AP milyen ügyesen tud megbirkózni az ilyen környezettel. De hogy mérünk? Ugyanúgy mérünk, mint eddig, ugye egy Synology-val, amiben 10 gigabites kártya van, iPerfet e használunk a mérés során, ugye három darab klienset használunk a referencia méréseken túl. Az egyik kliens egy iPhone, amiben AXS 2x2-es kártya van, a következő kliens egy MacBook Pro, ami 3x3-as kártyával rendelkezik, és a harmadik kliens pedig egy Asus G14-es gép, amiben AX-es 160 MHz-es 2x2-es kártya van. Igen, a korábbi kliensek, tehát a két Apple termék az csak 80 MHz-en tud csatlakozni, de mindenképp akartunk egy klienst, ami a szélesebb rastert is ki tudja aknázni. Jó, még egy nagyon fontos dolog, az ap és a mérési szerverül szolgáló Synology között van egy olyan POS switchünk, ami támogatja az 1, 2,5 és 5 és 10 gigabites rezes kapcsolódásokat, tehát az ap lamportjait is tulajdonképpen ki tudjuk használni, amennyiben komolyabb, mint gigabites, és a PoE szabványok tekintetében sem vagyunk elmaradva, mert AF, AT, BT bármit választhat az adott AP, amit éppen tesztelünk. És iPerf-el mérünk, kliensekre, iPerf kliens van telepítve, és erre a szerverre indítjuk a méréseket. Kezdjük a referencia méréssel. Várjál is, a referencia mérésű szolgáló hardware? Hú, az, az, egyik egy Asus, a másik pedig egy tp linkes kártya. Az AC-s az 4x4-es, az AX-es pedig egy 2x2-es 160 mhz is támogató kártya. Igen. És ezek PCI Express-es kártyák, melyek egy igen erős PC-be vannak elhelyezve hogy számítási kapacitásokat ne kelljen figyelembe venni, hogyha a wi fi beszélünk. Oké, akkor nézzük a mért értékeket. A referencia pontban az AX-es kártyával 650 per 600 megabitet értünk el, ami azért nem egy kiemelkedő érték. Az AC-es kártyával viszont 650 per 680 megabitet, ami AC-hoz képest azért egy elfogadható. Igen, itt inkább az az érdekes, hogy a AX-es kártya az Kevesebbet tudott jelen esetben, mint az AC-s. Igen. Hú, uh, ez fura. Ugye az AC-s kártya is v 2 szóval alapvetően ki kéne tudni ak aknázni. Ott valószínűleg ki is aknázzák, de. Jobb jelszintet értünk el az ac ez lehet esetleg az oka. Ugye négyszer négy miatt. Igen, hát mínusz 42-V és mínusz 34-es jelszint. Igen, az különböző. Oké, okay, akkor nézzük a klienseket. Tehát az iPhone-unk, mely 2 x kliens és 80 mhz tud csatlakozni az Unifi 6 lite Tű, már látok egy érdekes pontot. Nem melyik az, amelyiket hát, kiszúrtad? 2 megabit per 5 megabit. <laughs> Igen, talán ennél rosszabb érték, nem volt, ugye Peti? Na, én nem tudok róla. Nem, a, a tízes pont az egy eléggé kemény dió. Ezzel az AP-val ilyen kis antenna teljesítménye, és az AP-ban elhelyezett egyébként nagyon kicsi processzornak is valószínűleg ez köszönhető mm -hmm. valahol, két és öt megabit, hát de és ezekben voltak olyan hosszú másodpercek, amikor igazából nulla volt a mért érték. Szóval ez, ez, én azt gondolom, hogy ha ezt az irodát megtöltjük emberekkel, akkor a várhatóan itt már nem is fog csatlakozni. Szerintem nem is fogja látni. Ennél az eszköznél volt, hogy 5 ghz már nem is látta az SSID-t, ugye? Igen. Meg sokszor újra kellett csatlakoznunk a, telefonnal, hogy ne maradjon 2-4-en. Tehát ezzel az AP-val voltak azért furcsaságok. Ennek ellenére ezzel a közeli pontokon egész eredményt ért Ez igaz, mert a kettes pontban 564 per 602, az ötös pontban pedig 503 per 598. Igen, ez valahol a maximum lehet ennek az AP-nak ebben a környezetben. De nagyon sok helyen, talán ez volt az az AP, amivel a telefonunk a legtöbb helyen már 2-4-hez folyamodott, mm. konkrétan az egyes hármas, ami minket is meglepett. Csak de egy üvegfal volt. Csak egy üvegfal volt, de nem tudtuk. Pedig ott többször csatlakoztunk, nem tudtuk rákényszeríteni, hogy 5 gigán menjen. Pedig láttuk az ap -t. Így van, szemmel látható volt. És a 7-es, 8-as, 9-es pontban itt is már végig 2-4-en maradt a kliensünk. A 9-es pontban már éppen, hogy csak volt sávszélesség, 10-10 megabit, az is ingadozott a 1 meg a 30 között igazából, szóval nem volt stabil. Viszont a 11-es pontban meglepően jól szerepelt. Azt el lehet mondani. Hát ahhoz képest. Ahhoz képest persze, hogy mennyire szörnyű ez a helyzet, de más ápéknál, majd nézzétek meg esetleg az áblázatot, amit, amit elérhetővé teszünk nektek, hogy más ap más kliensek itt volt, ahol kevesebbet tudtak. Hát az elején még mondtad, hogy U6 ilyen szobánként javaslod, hát be is igazolódik itt mobiltelefonos kliens esetén, hát szobánként kell egy AP. Igen. Igen, bár azért az 5 és a 6-os pont között azért itt is maradt még azért a 300-300 megabit, picit több is, de láthatóan, hogy ez nem a, nem a lefedettségi bajnok. Nem is arra készült. Szóval szerintem amúgy a termék jó önmagában önmagához képest, de tudni kell a határait. Oké, következő kliensünk a Mac Pro a maga 3x3-as AC 2-es kliensével, Hát ez az éva sokkal jobban teljesített. 9 per 3 megabit a 10 ponton, igen? Jó, 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 oké, igazad van. Tehát a 10 pont az itt is azért gyalázatos, de a 11-es pontban 199 per 71. És a 9-es pontot néz meg. 326 per 193. Az szép. Ez tisztességes. Tehát itt láthatóan 5 gigán maradtunk a 9-es pontig bezárólag. És az annak köszönhető, hogy ugye a megbe egy lényegesen nagyobb nyereségű antenna van, mint egy iPhone-ba. Így van. Méghozzá három. És ebből is még kiválasztja a megfelelő kettőt, hogy csatlakozzon a 2x2-es AP-hoz. Azt tudom mondani, hogy ha laptopokra optimalizálunk, azért nem csak egy fal fogni nekünk gátat vetni. Viszont sajnos a mai világban erre nincs mód. Hát az okos órák mellett már. Igen, ahol még gyengébb wifi teljesítménnyel kalkulálhatunk, mint egy telefon esetén is. De azért a közeli pontokat nézzük meg, azért 600 megabit, 578, nagyjából ugye ez az eszköz maximuma, ott uh -huh. is tudta. Igen, ez hozta ugyanúgy. Bár érdekes, hogy a kettes pontban nem tudtunk 400-nál többet csinálni. Pedig az ápi, alatt. Vagy jobban tudtunk, majd. de éppen hogy csak. Pedig ott voltunk az ápi alatt, és konkrétan hát két méterre az AP-tól, tehát ideális távolságban, se túl közel, se túl távol, nem volt semmi között a line of sight. És ugyanolyan távol voltunk a kettes pontban az AP-tól, mint az ötösben, lehet, hogy más irányba nézett az AP. Igen, itt van még egy olyan nagyon fontos dolog, amit több AP-nál is észrevettünk, hogy nem pontosan 360 fokos és a 360 fokban egyenlő karakterisztikával működő antennákról beszélhetünk. És ebből adódóan nem mindegy, hogy merre forgatjuk az adott tápét az adott környezetben. Tehát lehet feltesszük az egyik AP-t az elmennyezetre, de elfordítjuk 90 fokkal, akkor az egyik irányban jobban fog sugározni, mint a másikban. Igen érdemes megnézni ezt a jelterjedési pattern az adatlapon, már amennyiben adnak hozzá, de mostában nem szokás. Oké, láttuk a megkintos eredményeit. Ez egész jó. Ez igen jó. Szerintem azt lehet mondani, hogy egy ennyire olcsó AP-val ilyen eredményeket elérni, ez, ez kifejezetten jó eredmény. Mm. Oké, és akkor nézzük a nagyágyút. Bár hozzátenném, hogy a Unifi Lite sem kínál 80 mhz tehát itt az, ennek a laptopnak az előnye elveszett. Viszont jó antennája van, 202-es kliense van, és ugye azt tudjuk, hogy ez általában jó kombó. Tehát itt megnézzük a MacBookhoz képest a 9-es pont. Na, ez érdekes, ott lement 2-4-re. Uh -huh. Még a MacBook tudott 5 maradni. maradni. Bizony. Uh -huh. Viszont a 2-es meg 5-ös pontban papírforma szerint hozza a magasabb sávszélességeket, de azért itt értük el a 900 megabit körüli áramhatárt, amit a Lamport határolna be. Viszont jobbat értünk el, mint a referencia? Na ez viszont igen érdekes. Igen, igen ez nagyon érdekes. De a 11-es pont a 178 per 198 megájával, ez megint példátlan, hogy ezt hogyan lehetett összehozni. 5 gigán megmaradt a jel. Ez a laptop, ez csodákra képes. Lehet, hogy megint ugyanúgy adunk ki, hogy az AP kicsit máshogy volt felszerelve. Igen, lehetséges. De az biztos, hogy a 23 per 19 is itt, ez, ez a legjobb mértértékünk ezzel a lájtos os Relatív kiegyensúlyozott egyébként. Ebből is lehet wifi hálózatot építeni, csak nagyon fontos, hogy tudni kell, hogy ha már telefonok jönnek számításba, vagy órák, esetleg okos órák, egyebek, akkor azért nem lesznek ilyen mértértékeink. Sűríteni kell az elhelyezést. Oké, okay. akkor mire is volt ez elég? Nézzük a pontokat. A U6 Light... 636 pontot kapott tőlünk, hogy összeadtuk az átlag le és feltöltést, de az eddig mért eszközökhez képest ez a legalacsonyabb érték, olyan 80 ponttal ért el kevesebbet, mint az u -Hoteler. Viszont ennek ellenére azért szerintem egy egész, egész jó eredmény. Uh -huh. Annak ellenére, hogy mennyire látszott a megszorításoknak a sora az AP-nak a specifikációs listáján, attól függetlenül ez egy egész jó eredmény. Tehát 636 pont, a csúcs AP, ugye az még mindig a csúcs Az XV3. 1000 fölött. 15, 1015 pont. Utána követi őt az U6 LR a 715, 715 pontjával. 689-el mögötte szorosan ott van az XV2 a kambiumtól. És a negyedik helyen ott van az U6 Lite. Viszont minden közül ez a legolcsóbb, legegyszerűbb AXS AP. Majd nézzük meg a pontokat, hogyan fogják kompenzálni ugye a több klienses tesztek. Igen, Mert az ugye egy érdekes dolog lesz. Ez eszköz csak kétszer kettes. Itt a több klienses tesztnél nem biztos, hogy sokkal több pontot fog tudni szerezni. Uh -huh. Így van. Oké, okay. köszönjük a figyelmeteket. Jövő héten jelentkezünk. Az, hogy melyik gyártó AXS es AP-vel, az még legyen titok, de az biztos, hogy hozunk nektek egy új gyártót. Sziasztok! Sziasztok!